Amit a magyar bajnokikon egyáltalán, vagy csak olykor lehet érzékelni, azt az Európa Kupa szexádi négyes döntőjébe szinte minden meccsen. Azt, hogy hol van, merre tart a világ kosárlabda sportja. Sajnálatos módon ezt a kosárlabda szexádi hívei nem láthatták élőben. Szinte hihetetlen, de igaz, másfél perccel a vége előtt és azt megelőzően is vezetett Gyokics KSC-je az olasz bajnok jelölt Venezia ellen, amely egy nappal később az Európa Kupa döntőjében csak egy ponttal kapott ki az express vonat sebességgel kosárlabdázó Valencia ellen. A nagy bravúr elmaradt, 5 ponttal az olasz bajnok jelölt nyert, de ebben a játékban bizony benne volt a vasárnapi bronz megszerzésének lehetősége. Bárki is legyen az ellenfél. A francia Carole Basket lett. A súlyban, magasságban, kinézetben meglévő fölényükre, a fizikális, kemény kosárlabdára több megoldó képlete is volt a KSC szexárdnak. Nem akárkik fordultak meg a szexárdi sportcsarnokban a Final Four napjaiban. Itt volt a Világszövetség főtitkára a görög Andreas Zakis. No és kíváncsi volt a magyar kisváros rendezésére, no és csapatára is, a FIBA főtitkára Kamil Novák. Nagyon tetszett nekik minden, hát nyilván egy új sportcsarnok azért azt megjegyezték, hogy azért megérdemelne ez a csapat, persze nem csak a mi csapatunk, hanem maga ez a város is megérdemelni, de összességében nagyon pozitív volt ez az 5 nap. Én úgy gondolom, mindenki jól érezte itt magát, az összes csapattól ezt a visszajelzést kaptuk, a FIBA embereitől is ezt a visszajelzést kaptuk, úgyhogy jó vendéglátói voltunk ennek a tornának. Kiderült, ezen a szinten való helytálláshoz szükség volt a KSC szexárnak egy olyan extra légiósra, mint Devana Bonner, de ő sem varázsló, csak az ő klasszisára nem lehetett építeni, és ez a Velence elleni meccsen is kiderült. Kellenek azok a csapat szinten már 4-5 éve megmutatkozó morális és szakmai erények, amivel nemzetközi szinten is a jelekből ítélve lehet érvényesülni. De nagyon pici múlott az, hogy döntőt tudjunk játszani, ahol ugye szintén a döntőben is láthattuk, hogy egy milyen drámai meccsen dőlt el ugye egy ponttal, de azért összességében nagyon elégedett vagyok ezzel, hogy bejutottunk a négy közé, bronzérmet nyertünk, tehát hogyha mondjuk a szezon elejét azt mondják nekem, hogy Final Four-t játszunk Szexárdon, akkor azt kérdeztem volna, hogy hol kell aláírni. Most az 1-2 napos pihenő alatt ki lehet élvezni a siker minden ízét, és ebből lehet töltekezni a nagy Sopron elleni bajnoki döntő mérkőzés sorozatára. Azért a Sopron az egy más szint, tehát ők még magasabb szinten vannak, mint ez a Velence vagy akár a Valencia. Persze mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy felvegyük velük a versenyt. Meglátjuk, 2 hét múlva indul, szűk 2 hét múlva fogunk menni Sopronba, ugye április 25-én vasárnap. Igazán sajnálatos, hogy ez a valamelyik csapat harmadik győzelméig tartó női kosaras klasszikus még nagy valószínűséggel nézők nélkül, a szexárdi B-közép nélkül zajlik majd hamarosan.